Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ahogy immáron 8. esztendeje, így az év végén összegzésre invitálom meg a vendégeinket. Az elmúlt héten Zászlós Tibor volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a vendégem, akivel a növénytermesztés 2020-as esztendejét vettük górcső alá. Most folytatjuk ezt a beszélgetést. A múltkoriból kimaradt a gyümölcstermesztők idei esztendeje, és természetesen az agrárium fontos ágazata az állattenyésztés van előttünk. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét mindenkinek. Nos, hát a növénytermesztési ágazatról beszéltünk, hogy függetlenül attól, hogy furcsán indult ez a tavalyi év, mármint 2019 őszén is furcsa volt, aztán az idei év nem különben. Ennek ellenére panaszra azért nagyon sok okunk nincsen. Ez viszont bizonyos értelemben nem igaz a gyümölcstermesztőkre. Én nagyon sok mindenkivel beszéltem itt a megyében, elsősorban a Bodakajtori térségben vannak olyan szakértőink, akiket figyelünk évről évre. Hát bizony ők panaszszóval éltek, ha úgy tetszik. Milyen volt az idei év a gyümölcsösöknek? A panaszuk nem is alaptalan. Májusban, ahogy az előző műsorban is említettem, jó pár fagyos nap volt. Eltérően az előző évek hasonló időszakától. Már elfelejtettük a fagyos szenteket. Azt mondtuk, hogy az éghajlatváltozás alapján már nincs is ilyen. Ki lehet húzni a naptárból? Van ilyen. És nagyon keményen bekopogtatott az idei évbe. Ez a termés egy részét nyilvánvaló elvitte. És akkor menjünk csak egy-egy gondolatba, sorba. Megy. A megy bőséges volt. Nagyon szép ára volt neki az elején, 270 forint per kilogram. A rázott megynek, hát a étkezésnek még magasabb. Gyakorlatilag ezt nagyon örültek egy nyilvánvalóan megytermelők. Majd pedig épp mivel nagyobb tömeg is volt, ezért időnként bekoputatott 200 alá is, 170 forint körülött is meglátogatta, majd pedig később jöttek ezek az esők. Elvizesedett, nem lett kemény húsa, alacsonyabb beltartalommal bírt, és bizony sok helyen, 15% vonatkozásában fönt maradt a fán. Tehát nem szabadott feldolgozni, megrepett, nem volt megfelelő minőségű, nem volt megfelelő beltartalmi értékű, és bizony emiatt a megy termés és a megy termelés fele más módra sikerült. Biztatóan indult, és nagyon nehezen végződött. Ez az étkezési piaci meggyen is nagyon meglátszott. És már a szedmagat sem segített egyébként. És már a szedmagat sem segített, ez így igaz. És hogyha egy kicsit tovább megyünk, kajszi, elfogyott. A kajszi olyannyira nem volt, hogy az árak nyilvánvaló 1500 forint, 1600 is volt itt még a fehérvári piacon, és az egeket sapkodták. És nem volt jó minőségű kajszi. Pont ugye emiatt az időszak miatt. Tehát az árakban nagyon magas volt szilva. Szilva alig működött, olyannyira magasak voltak a szilva árak, hogy a feldolgozók egyszerűen nem tudták megfizetni. A feldolgozók nem is vásároltak szilvát, és így sem volt elég a sima normál piacokon. Őszi barack. Még az import sem tudta pótolni azt az igényt, ami a magyar felvásárlók igénye lett volna. Lett volna. Tehát minden gyümölcs tekintetében nagyon erős szívóhatás volt, igen magas árak keletkeztek értelemszerűen, de hiába, amikor nem volt mit eladni a termelőnek, és a gyümölcsösökbe egy-két helyen mutatkozott csak sárga barack, őszi barack, és hagyd ne soroljam. Igen, a szamocára ugyanez vonatkozik. Igen. Ott még a munkaerő gondok is az elején egy kicsit jelentkeztek, de átmeneti jelleggel. A tavalyi rekordalma termés után, ugye az alternancia jelensége, ugye, hogy a következő évben a genetikailag a gyümölcsfa önmagát is visszafogja egy nagyon bőtermésű év után, ez is jelentkezett, és a fagyok. A
alma ára duplájára emelkedett. Igen, ezt tapasztalhatjuk ezt most is. Tapasztalhatjuk, ebben természetesen megint csak az a kérdésem sokszor, hogy mennyit kap a termelő érte és mennyit a kereskedő, de ezt a témát most adjuk, egyébként is többször kiboncolgattuk itt, azért még mindig van a kamarának is teendője, és hát a termelői összefogást is említeni kell. Tehát alma tekintetében is jó minőségű alma viszonylag kevesebb. Körtére ugyanez vonatkozik? A körte vonatkozásában az az érdekes, hogy a hazai igen, de Európában a körte termés elfogadható, igen, és nagyjából importtal pótlódik, és nem is durváron. Tehát az elmúlt évekhez képest alig emelkedett valamennyit a körte ára, nem pedig úgy, mint ugye más gyümölcsöknél, hogy a duplája is volt. De ha már a gyümölcsöknél vagyunk, akkor mindenképpen azt azért látni kell, hogy itt is ugye a éghajlatváltozás azért nagyon beleszól. Nagyon beleszól ebbe a dologba, hiszen a különféle növényvédőszereknek a hiánya, ugye a termés megvédhetősége, ezek a szélsőségesebb viszonyok, tehát ugye az aszályok, de különösen a tavaszi fagyok, azért ezek nagyon sok kárt okoznak, olyannyira, hogy azok a régi gyümölcsösök, almások, amik megvannak, bizony nagyon gyorsan felújításra és újra telepítésre szorulnak. Tehát be kell látni, hogy ma már nem működik az almába sem az, hogy van egy almás kertem, ha jó termés van, amit le tudok szedni, az étkezési lesz, amit nem, az majd léalma lesz, nem, ez már nem jövedelmező. Vagy léalma ültetvényt csinálok, és akkor olyan tömegbe hozom be a léalmát, hogy azon az áron is eredményt fogok produkálni, vagy étkezési almát csinálok, valóban termésritkítástól kezdve mindent megteszek, hogy az az étkezési alma az olyan legyen, hogy mosolyogjon a pulton, és valóban szépen leszedve, nem dobálva, nem akarom itt a szedési technikákat gyakorlatilag részletezni. De ne felejtsük el a zöldségtermelőket, ha már a gyümölcsről beszéltünk, akkor a zöldséggyümölcsbe, a zöldségbe. Még annyit, bocsásson meg, még annyit, hogy a szőlőtermelők egyedül nincs panaszszóra okuk. Nagyon sok gazdával itt az etyek-budai borvidéken, Móri borvidéken is sikerült a gazdákkal beszélni, tehát a szőlős gazdák nagyon jó évet zártak mindentől függetlenül. Bár ott is voltak az elején gondok, de mennyiség és minőség szempontjából is. Igen, de a szőlészek és borászok már bizony a zöld ritkítást, metszést, tehát a zölden való terméskorlátozást nagyon-nagyon komolyan veszik, és meg is teszik. Igen. És akkor nézzünk egy másik dolgot, ha már szőlőbornál vagyunk, mert ez a kettő elválaszthatatlan. 3 millió hektoliter körüli borterem vagy készül Magyarországon. Tehát szőlőből készül bor, mert a bor nem terem, csak készül. Gyakorlatilag amiből az első fél évben a Covid ellenére pár ezer hektár, vagy hektoliter kivételével 500 000 hektolitert exportáltunk. Igen. Ez alatt az importunk 25 000 liter hektoliter volt. Értjük a különbséget? Amíg eddig a polcaink teli voltak külföldi borokkal, addig sikerült a borászoknak elérni, hogy hazai borokkal van teli. Igen. A kiskereskedelmi multinacionalis áruház láncoknak a polcai, és nagyon fontos dolog. 25 000 hektoliter import, 500 000 hektoliter export. Itt a borászoknak, a összefogásának, a hegyközségeknek és a marketingjüknek az eredménye. Ezért kell összefogni. Zöldség. Igen. Zöldség vonatkozásában én azt mondom, hogy egy kicsit elfelejtett ágazat pedig valami szenzációt produkál. Nézzük meg a részleteket. A szántóföldi zöldségtermesztés az áraiba egy kicsit csökkent, nyilvánvalóan a gyümölcs az 38-50%-kal is emelkedett, de van két nagyon fontos szántóföldi zöldségnövényünk, a borsó és a csemege kukorica.
Orsó bekukucskált idén 20 ezer hektár alá, és ennek ellenére Európában a harmadik legnagyobb területen való zöldborsó termelők vagyunk. Harmadikok. Ha megnézzük ugye a sorrendet, akkor gyakorlatilag előttünk csak két ország szerepel, és mi harmadikként meg tudjuk mindezt valósítani. Franciaország az első, és Nagy-Británia a másik, tehát a brit szigetek ilyen tekintetben. És ilyen számol, hogy 44 ezer, 30 ezer hektár, és mi 20 ezer a hektár alatt egy picivel. Európában, és az exportunk nagy része a konzervzöld borsó, nem is a fagyasztott. És bizony, itt a csökkenés, ebbe egyrészt a két dolog nagyon erőteljesen szerepel. Egyik az, hogy a vevőkör az apró szemű borsót kezdte el kedvelni, fagyasztottba is, és gyakorlatilag a konzerviparba is, és ezt nehezebb gyakorlatilag termelni. A másik meg az éghajlatváltozás. A borsó nem köt, mert meleg idő van, akkor ott nagyon gyenge a termés. Igen. Idén is az volt. Tehát mindenképpen a kamarába is az a feladat, hogy a borsó termelőket valamilyen módon segítsük, a feldolgozókat, mert ezt a hihetetlen exportkapacitást, amit ez a 20 ezer hektár hoz, de ezt nem szabad elfelejteni. És akkor jön a csemege kukorica. Csemege kukoricába, termőterület vonatkozásába a harmadik, negyedikek vagyunk a világban, másodikak az export tekintetében, és messze Európa vezetői. És megint mennyire elfelejtett növény az étkezés csemege kukorica? Nagyon. Nagyon nem beszélünk róla, hogy mit segítjük ezeket a 95% az embereket. 95%-a megy exportra a csemege kukoricának. És hát van, ahol főnövényként, van, ahol másodvetésként termelik, főleg ugye a nyírségi területeken. De ha a számokat nézzük, legnagyobb termelő USA, 400 ezer hektár. Utána van két ország, amelyek osztozik, ugye Kína 60, Tájföld 40, és Magyarország jön a maga 40 körüliével, 30 valány, időnként 40 alatti, mikor hogy jön ki az év. Tehát már területben is egy igen nagy hektárunk. Csak összehasonlításként Tritikáléból van 75 ezer hektárunk, rozsból, árpá, tavaszi árpából ezekből 50 a kettő. Tehát gyakorlatilag nem egy, meg 25-ök. Tehát nagyjából sokkal nagyobb a csemege kukorica termelésünk, és sokkal nagyobb az exportbevételünk. Hiszen egy feldolgozott terméket adunk tovább, nem nyersen a kukoricát. Nyersben, most a nyersen azt a szárított kukoricát értek alatt, de hát nyilvánvalóan az étkezési nem lehet. Tehát nagyon oda kell figyelnünk ezekre a termékekre, hogy megmaradjanak, mert azért a világ második exportőre lenni csemege kukoricából, azt azért meg kell őrizni. Ráadásul a népszerűsége nem csökken. Népszerűsége egyáltalán nem csökkent. És akkor gyorsan egy pár dolog. A étkezési paradicsom, paprika és uborka ma már 95%-ban vízkultúrás, fóliás termesztésben van. Vízkultúrás van. Természetesen van szántóföldi is. A szántóföldiek úgy, ahogy megvannak, az arid viszonyok nem tesznek jót nekik értelemszerűen. A paradicsomba is csökken a szántóföldi paradicsom termesztésnek a nagyságrendje, hiszen idén is csak 70 tonna per hektár volt nagyjából a betakarított mennyiség. Tehát azt kell mondanom, hogy a zöldség, gyümölcs felemás volt, a zöldség az nagyjából stagnált, csökkentek az árak, a gyümölcs meg árba szárnyalt, viszont mennyiségben nagy hiány volt. És nem tudom, van-e idő, egy pár gondolat állattenyésztés? Igen, állattenyésztésről beszéljünk, hiszen, de ha kérhetem, akkor először foglalkozunk a tejjel. Nem csak azért, mert akkor ellátogatunk haza is Mezőfalvára, de nagyon-nagyon fontos számunkra, és nagyon sok aggodalomra adott okot egy időszak. És itt most már valamelyest bekapcsolódunk
a Covid-járvány, tehát a koronavírus járvány okán is, hiszen a tejtermékeket szállítani kellett, a szállításra nagyon szűken volt lehetőség, előbb-utóbb át kellett vészelni valamilyen szinten, ez sikerült, nem kétséges, viszont alaposan megnehezítette a tenyésztők dolgát, hiszen itt azért már bejött az is, hogy munkaerőhiánnyal küzd az ágazat. Munkaerőhiánnyal is, ez mondjuk a spárga termesztésnél is azért átmenetileg jellemző volt, de ezt a Covid-járvány úgy, ahogy helyre tette, tehát az a nagyon erőteljes munkaerőhiány egy kicsit enyhült az állattenyésztés vonatkozásába. De ha összességében nézzük az állattenyésztést, és nem felejtem el a tejet nyilvánvaló külön megemlíteni, akkor azt azért látni kell, hogy a input anyagok vonatkozásába forintgyengülés ez abszolút nem tett jót. Ugye drágultak. Igaz, hogy az állattenyésztési termékek is bizonyos értelemben igen, illetve csökkentek. A tej, köszöni szépen, úgymond jól van, mert a tej vonatkozásába egy kicsi áremelkedés történt, úgy, ahogy ez az input anyagok behozatalát gyakorlatilag kompenzálta, de jövő évben azt nem szabad elfelejtenünk, hogy tejár vonatkozásába közel 10 forintot fog ez jelenteni, mert eddig a készletekben volt. Tehát önköltség vonatkozásában az input áremelkedés objektív is, tehát takarmány kiegészítők egyéb, nem csak a forint gyengülésből. Tehát összhatásként közel 10 forintot lehet jósolni. Sertés vonatkozásában közel 50 forint lesz ez a különbség. Tehát nagyon nagy önköltségi áremelkedések lesznek, amit a piacnak tolerálni kellene. És amíg a tejtermelés most rendben van, hiszen a tejterméktanács is, kamara is, minisztérium is együttesen tevékenykedik ezen, és jó az összefogás a tejtermelő közösségekbe, ugye ez addig nem minden ágazatnál fordul elő. És ha most csak nagyon gyorsan nézzük a sertés ágazatot, a ASP-től kezdve a különféle járványok, tehát az állatokat érő járványok is, Németországban való megjelenése, folyamatosan csökkenti a sertés átvételi árat. Hatalmas készletek vannak, a élő sertés vonatkozásában karácsonyra Németországban 1 millió sertés lesz, levágatlan, élő. Igen, aztán és jön a madárinfluenza. A baromfisokat nagyon a madárinfluenza sújtotta. A következő fél évben erőteljes csökkenés lesz árakban minden tekintetben, a húsmarha tekintetében. Tehát a húsmarha az bizony a jövő évben nagyon mély ponton fog szerepelni, kivéve a tenyészállat forgalmazást. A selejtején ára tudjuk, hogy nagyon alacsonyan van, bányászbékát akartam mondani, de hát bizony a selejtehén az nagyon-nagyon alacsony árszinten van. És ezeket az ágazatokat sújtotta a horeca szektornak a beszűkülése, és sújtja jelenleg is, különösen a kecskét. A kecske az mind a kecskeshajtól kezdve, különféle hústermékekig, az mind a szállodákban ment, tehát ott volt felvevőpiaca a kecskeshajtnak. A jó vonatkozásában az árak úgy, ahogy elfogadhatók, de egy csomó felnőtt jó az kiment, ott van egy generációváltás is, és bizony csökken az állomány azért, mert azok a idézőjelben átmeneti jutartók, akik földvásárlás és egyéb szempontok miatt átmenetileg juhot tartottak, csak hosszan nem köteleződtek el a jutartásért, azok most adják el az állományukat. Tehát ott egy viszonylagos állománycsökkenés is tapasztalható e tekintetben. A baromfiba értelemszerűen, hogy a víziszárnyas terület az nagyon-nagyon alacsony árakkal rendelkezik, és szinte felszámolás szélén van, hiszen az exportjuk azok nagy mértékben csökkent. De ha csak azt nézzük, hogy Európa azért nem kegyes Magyarország felé, hiszen a juba a jó árak ellenére is 24 órán belül le kell vágni, mert már több mint 2 éve nincs kéknyelvbetegségünk, de az Európai Unió, mint aki bedugta a fülét valamiféle füldugóval, nem akarja meghallani. Tehát
nyilvánvaló, hogy mindent megteszünk annak ellenére, hogy ez megtörténjen, de két évvel az utolsó megbetegedés után sem mentesítette még Magyarországot. Meg a brüsszeli bürokraták úgy néz ki, hogy hát nagyon-nagyon lassan dolgoznak. Igen, az óriási probléma, mint ahogy itt azért egy kicsit a Covidról is kell, hogy szó essék, hiszen nincsenek szállodák, nincs idegenforgalom, az éttermek nem működnek, gyakorlatilag jóval több, mint fél éve, és a kiszállított ebédek, vacsorák azért az korán sem ugyanaz, azt nagyon is jól tudjuk, tehát nem pótolják. Valamelyest csökkentik a kárt, de semmiképpen nem pótolják. Mi utolérheti-e magát az állattenyésztési ágazat ilyen szempontból? A kormányzati intézkedések most többek közt majd megemelt összege az 50 milliárd, és minden valószínűség szerint erre újabb források lesznek, mind-mind azt célozzák, hogy válságos időszakban ruházzunk be, ez egy közgazdasági alaptétel. Ezt magáévé tette a minisztérium, kamara, természetesen a kormányzat, és ebben mindent megtesz, hogy a gazdák és különösen az állattenyésztők megőrződjenek tevékenységükkel egy jobb időszakra, és ez rendkívül fontos. És a másikat, amit nagyon el kell mondanom, hogy a kárenyhítési rendszer jövő évtől ki lesz bővítve a krízis biztosítási rendszerrel, ami nem csak azt jelenti, hogy egy asszály meg egyéb kitett viszonyok között lesz biztosítás, hanem az állati járványok esetén is a közgazdasági anomáliák és hosszantartó árcsökkenés esetén is, tehát mind-mind azt célozzák meg, hogy az állattenyésztők hóna alá legyen nyúlva, ne legyenek ennyire kitéve, hol az állati járványok, hol pedig a közgazdasági anomáliák vonatkozásában. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt gondolom, hogy helyek közel rendbe tettük az idei esztendőt, ha úgy tetszik, és kellő mélységben tájékoztattuk a nézőinket arról, hogy mi történt, illetve mi várható. Köszönöm szépen önnek. Köszönöm is. Áldott békés karácsonyt kívánok. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, hiszen ebből az adásban a tervek szerint, és hát így is történt természetesen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezet tartott egy online évzárót, és erről láthatnak most egy beszámolót. 2010-ben immár 10. éve indult el a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése a Kárpát-medencében. Fejér megye azóta is az élen jár az adományozásban. Az esztendő végén Varga Imre István, az Agrárkamara Fejér megyei elnöke köszönetet mondott a gazdáknak, és külön megköszönte Horváth Miklós Csaba önzetlen segítő munkáját a program megvalósításában. 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a csodálatos program, ami ugye a kárpát-medencei gazdák kiváló összefogását és segítőkészségét bizonyítja. Ebben természetesen Magyarország megyei is részt vesznek, köztük Fejér megye is, és Fejér megye valóban, hát elsősorban annak is köszönhetően, hogy az itt van mezőfő, tehát kiváló gabonatermő területeink vannak. Azon kívül természetesen itt élő emberek, gazdák, és az első hívószóra azonnal csatlakoztak ehhez a programhoz, tulajdonképpen ugye 15 millió gabonaszem, 15 millió magyar jelképezés, az összetartozási jelképe is lett, és én úgy tudom, hogy 800 tonna gabona gyűlött össze, mintegy 6000 gazda adta össze a Kárpát-medence minden részéből, és Szarvason volt egy csodálatos nyitó, illetve ott volt a gyűjtőhely, és az ottani malomba őrölték meg az első adományokat, úgyhogy itt Fejér megyében is a megye minden részéből a gazdák különböző gyűjtőhelyeken adhatták le az adományaikat, és ebben a fehérvári gazdák is élen jártak, és a megye minden részéből, Dunajvárostól Cecéig, Sárbagárdig és fönn a Móriak, Füleiek, mindenki természetesen ebben részt vett.
Úgyhogy köszönhetően természetesen már említett, hogy a gazdakörök kapták a megbízást arra, vagy azt a feladatot, hogy kísérjék és segítsék ezt a csodálatos programot, és a szakmai segítséget pedig az Agrárkamara különböző megyei szervezetei fogják össze, és ebben valóban részt vesznek a gazdakörök, a kisgazdák, és mindenki, aki úgy gondolja, hogy tud tenni az összefogás érdekében, és így is tud segíteni abban, hogy úgy érezzük, hogy valóban mi 15 millió magyarok itt a Kárpát-medencében összetartozunk, és ezt a segítőkészségünkkel is ki tudjuk így fejezni. Varga Imre István hangsúlyozta, a Fejér megyei gazdatársadalom ismét bizonyosságot adott összetartozásáról, segítő szándékáról, és bizakodva tekintett a jövőbe, hogy az adományozók számára és az adományok mennyiségének növelésére tett felhívásuk 2021-ben is teljesülhet. Az év végéhez közeledve a Magyarok Kenyere program eredményeit is összegezzük, és átadjuk az adakozó gazdáknak az elismerő okleveleket, és megemlékezünk arról, hogy ebbe az évbe mennyi búzát sikerült összegyűjteni. Ebben a járvánnyal terhelt időszakban is sikerült emelni az adakozók mennyiségét és az adományozott búza mennyiségét is egyaránt. Közel 220 gazda adakozott az idejében, míg az adományozott búza mennyisége megközelíti a 25 000 kg-ot, amiből több mint 17 000 kg liszt készült. Ebből a lisztből a rászoruló gyermekeket, nehéz helyzetben lévő gyermekeket gondozó szervezeteknek is juttattunk, de ezen felül még tudtunk eljuttatni olyan határon kívüli és hazai szervezeteknek is, szociális szervezeteket, időseket gondozó szervezeteket és egyéb közhasznú non-profit szervezeteknek is, akik a legjobb helyekre el tudják juttatni ezeket az adományokat. Az adomány búzából készült liszt idén is a rászorulókat segíti, a gyermekeket segítő, időseket gondozó szociális szervezetek, közhasznú non-profit közösségek profitálhatnak elsősorban a Magyarok Kenyere program idei eredményéből. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!